kedvenc receptemet hoztam el nektek, amit azért szeretek nagyon, mert nem csak energia, de időtakarékos. És hogy miért is az? Azért, mert egy nagyon király burgert fogunk készíteni, amihez a köret és a zöldségpogácsa is egyszerre fog elkészülni a tefsin a sütőben. Első lépésként felaprítjuk a céklát, illetve a vörös hagymát, majd beledobjuk az aprítógépbe, összezúzzuk apróra, belekerül a paradicsomszósz, a főtt lencse, egy kevés mustár, zappehelyliszt, körripor, reszelt gyömbér és fokhagyma. És ebből lesz egy szuperül formázható zöldségpogácsánk. Miután az aprítógép összezúzta a céklapogácsánknak az összetevőit, belekanalazzuk egy keverőtába, majd sózzuk és borsozzuk. Kesztyűs olajos kézzel golyókat fogunk formázni a céklás masszánkból, amit ráhelyezünk sütőpapírral bélelt tepsire, majd fogjuk az édes burgonyánkat, felszeleteljük és elkészítjük azt is. Most, hogy felszeleteltük az édes burgonyát, beledobjuk egy keverőtálba, majd sózzuk, borsozzuk, megszórjuk keményítővel, reszelünk rá egy kevés friss fokhagymát, meglocsoljuk olívaolajjal, összekeverjük, és mehet is a sütőpapírral bélelt tepsire. A tálunknak az aján, amiben az édes burgonyákat összekevertük a fűszerekkel és az olívaolajjal, maradt egy kevés fűszeres olajunk, úgyhogy ezzel meg fogjuk locsolni a céklás pogácsáinknak a tetejét, ezzel is adva neki egy kis plusz ízt. Hogyha ezzel megvoltunk, bedobjuk a 190 fokos sütőbe körülbelül olyan 35-40 percre, ez idő alatt ki tudjuk keverni a sajtkrémünket, amihez használni fogunk majonézt, kék sajtot, feta sajtot, sót, borsot és friss aprított schnitzelinget. Az édesburgonyák egy picivel előbb elkészülnek, mint a céklás burgerpogácsánk, úgyhogy ezeket kikapjuk most a sütőből. És mivel felszabadult nekünk most egy kevés hely a tepsinken, ezért a bucikat nem serpenyőben fogjuk lepirítani, hanem visszadobjuk a burgerpogácsákkal a sütőbe, és ezzel időt és energiát is spóroltunk. A sütőnk időzítője lejárt, ami azt jelenti, hogy elkészült a kaja, úgyhogy nincs más hátra, mint a tálalás. Hogyha ti is elkészítitek ezt a király burgert, akkor fotózzátok le, töltsétek fel a képet Instára és tegeljetek be minket rajta. Ne felejtsetek el követni minket TikTokon, Facebookon. Köszönöm figyelmüket! Ez volt már a Recept Íze Extra. Ha lemaradtak volna az adásunkról és szeretnék visszanézni, akkor azt megtehetik a TV2 Play-en vagy a Super TV2-n. Ha kulisszatitkokra kíváncsiak, akkor kövessenek bennünk a social media oldalainkon, mind a receptize.extra, mind pedig engem. Péter Szabó Szilvia voltam, a jövő heti viszontlátásra. Ózon Péter koktélyai a Bacardi támogatásával készültek. A műsorszám támogatója a Gourmet. A műsor támogatója a Kaiser téli szalámi, a mindennapok felséges hozzá. A profi munkát a Hans Grohe konyhai csaptelepe segítette. Egy értékes beszélgetés mindig előrébb visz. A Smart Water ezért támogatja. A műsor támogatója a Gyermei. Minden jó, ha gyermek. Belső építészeti partnerünk az Indekor Art Kft.